Dombóváron 27 sportegyesületnél kínálkozik lehetőség a rendszeres mozgásra. Ezeket az egyesületeket már 2 éve a Sportszövetség fogja össze. Ezt a helyi városvezetés kezdeményezte, polgármester úr és a testületi tagok. Ők úgy gondolták, hogy jobbnak látják, hogyha a dombóvári sportéletet úgymond biztos kezekbe helyeznék le, és hozzáértő személyek tennének javaslatokat, hoznanának döntés előkészítő javaslatokat. Tehát olyan dolgokkal kapcsolatosan várják a Sportszövetségnek a véleményét, mint például az éves sportkeretnek a felosztása, vagy a sporttal kapcsolatos kitüntetések, városi kitüntetések kapcsán javaslattétel, vagy ha van egy sportágválasztó, akkor mi azt hogyan szerveznénk meg, és ennek kapcsán kapunk bizonyos lehetőséget arra, hogy így közvetlenül beleszóljunk Dombóvár város sportjának az alakulásába, aminek mi nagyon örülünk. A 2022-es év legösszetettebb sporteseménye a sportágválasztó volt, ahol minden szakosztály lehetőséget kapott a bemutatkozásra. 5 óvoda, 4 iskola és 3 középiskola, tehát valamennyi létesítmény tanulói megjelentek, körülbelül 1100 fő volt jelen, és itt igyekeztünk bemutatni az érkező gyerekeknek, kísérők számára, hogy milyen mozgási lehetősége tudnak választani városunkban. Mi a sportegyesületeket anyagilag nem támogatjuk, viszont az érdekeiket tudjuk képviselni, és mint ahogy említettem, hogyha van egy sporttal kapcsolatos bármilyen döntés, akár pénzosztással, sportkeretfelosztással kapcsolatosan, akár jutalmazásokat tekintve, akkor a sportegyesületek képviselőivel leülünk, és az általuk választott vezetőséggel, egy 5-tagú elnökséggel ezt követően hozunk egy döntést, ezt a döntést eljuttatjuk a városunk döntéshozóihoz, és ezt követően alakul át ez ténylegesen egyfajta támogatása a sportegyesületek irányában. A Sportszövetség a 2023-as év feladatának egy másik szervezet támogatását is elvállalta. A környezeti gazdasági és energiaválsággal kapcsolatosan igyekeznénk a körülményekhez képest egy kicsit megerősödve kikerülni ebből az úgymond gödörből, és hát a nagy program, ami már most ismert, az nem kimondottan a sporthoz, hanem inkább Dombóvár civil életéhez kötődik, ez pedig nem más, mint hogy Dombóváron van egy szívklub, és ennek a szívklubnak van egy országos szervezete, és ennek az országos rendezvényének a megrendezéshez Dombóvárra fog kerülni. Ez augusztus 20-a táján egy 3 napos rendezvény lesz, és ennek kapcsán itt is lesznek mozgással kapcsolatos programok, és itt már most kérték a mi szervezeteink, a hozzánk tartozó egyesületeknek a segítségét, természetesen mi rajtunk múlik, megtesszük. Jobban vagyunk a civil szervezetekkel is, úgyhogy ez nekünk nem esik nehezünkre. Ott, ahol a mozgásról van szó, akár civil szervezet, akár sportszervezet, mi ott vagyunk, és nagyon szívesen hozzátesszük azt a kis pluszt. Az a kis plusz pedig megjelenik a mindennapok folyamán a sportegyesületeknél is, és hogy mennyire eredményes Dombóváron a sportélet. Mi sem mutatja jobban, mint hogy számos tehetséget neveltek már ki a település sportegyesületei. Vannak köztük olimpikonok, sportlegendák, a sor olyan hosszú, hogy percekig tartana felsorolni, és a település életét meghatározó edzők is, mint például a nemrégiben díszpolgári kitüntetést kapott Tar Imre és Fazekas Gáspár. A Dombóvári Sportszövetség arra törekszik, hogy tagjainak működését segítve továbbra is eredményes legyen a sportélet a városban.